Jó reggelt! Reggel 9:30 van. Mi már egy jó ideje ébren vagyunk Amirával. Itt van mellettem. És nagyon jó éjszakánk volt. Aludt a kisasszony 7:30-ig. Dani még alszik, mert tegnap is sokáig beszélgettünk. Én aludtam egy kicsit délután, úgyhogy én nem vagyok fáradt. Kihasználtam tegnap délután, amíg Amira pihent, addig én is ledöltem egy kicsit. Ma pedig megyünk kirándulni. Oda megyünk vissza, ahol Zsófékkal voltunk a múltkor, mert meg akarjuk nézni, hogy lehet-e ott valamerre vadkempingezni jövő héten, amikor Dani Szabin lesz. Csodálatos idő van, 100 ágra süt a nap, és 27 fokot mondanak mára, úgyhogy nagyon nagy szerencsénk van a mai szabad nappal, mert igazi kirándulós időnek ígérkezik. Amira itt van, nézi a halakat. Igaz, Mana? Nézed a halakat? Igen, anya, nézem. Már ő gurult oda közel az akváriumhoz, ide a matracra raktam le, vagy mi a szőnyegre, de hát úgy gondolta, hogy ez nagyon messze van, hát én közelebb szeretnék menni a halacskákhoz, úgyhogy addig picánkolt, amíg oda nem tekerte magát. Így történt? Igen, anya, így történt. Jaj, a fejed, babám! Na, egy kicsit messzebb is rakom, mert ilyen röhögések közepette, hát csak bevered a buksit, mancis. Megérkeztünk a Sólyom centrumba, úgyhogy megnézzük, most itt kint parkoltunk le, be lehet menni kocsival, de arra gondoltunk, hogy sétálunk egyet itt az erdőben. Nem tudom, hogy be fogunk-e menni magába a központba, mert neten azt olvastuk, hogy 30 font a belépő fejenként, úgyhogy azt így lehet, hogy ebben a formában kihagyjuk. De legalább szétnézzünk itt az erdőbe. Úgy látom, hogy egyébként arra is van egy ösvény, nézd csak. Milyen minőségű lesz? HD-ban. SM8-on? Igen. Hú, milyen szépek ezek a fák, nézd csak. Hatalmas nagyok. Na, megkérdezzük azt az úriembert, hogy mi újság. Itt vagyunk Ókhámbe, sajnos a Sólyom rezervátum zárva volt, mint kiderült, hétfőként van a szünnap. Úgyhogy eljöttünk Ókhám városában, és itt vagyunk egy ilyen központi parkban. Itt van egy ilyen tök jó gördeszkopája egyébként. Mondjuk nem, mintha valaha rámennék egy ilyenre. És egy nagyon szép park. Most pedig azt a templomot akarjuk megnézni, ami ott van arra. De van egy nagyon jó kis játszótér, és lehet, Amirának megmutatjuk a hintát, ha van ilyen kis hinta. Na, de Di, meghintáztassuk a babát? Oké. Megnézzük, van-e ilyen baba hinta. Hát Manciska már kikerült a kis babakocsijából. Apa dajkája. És azon gondolkozunk, hogy vajon túl kicsi még a hintához. Szerintem egyébként egy kicsit még igen. Úgyhogy nem tudom, Deri, mi legyen. Ehhez még kicsi szerintem. Ugye? Szerintem is. Az, hogy az ölembe a másik oldalon az még. Átmenjünk oda, ott van ilyen másik hinta. Én ebben nem merem beletenni. Ja, én sem. Örülnék neki. It's with daddy. Pardon? She's here with daddy. Yeah, it's the same. Where's the baby? Sorry. It's alright. Hát hiányolt a néni, hogy hova tűnt a baba. Jaj, de jó apának a kezébe, anya, én nagyon szeretek apával összebújni. Titám, nincs meleged abban a kabádban? De egyébként van. Van melegem. Van meleged, oké. Okay. Hát igen. Jaj, hát ez nagyon
itt a napszöveget, ha kéred, csak még szerintem még mindig legy egy kicsit. Na, akkor menjünk a másik oldalon szerint. Jó. Találtam itt egy nagyon szép, szerintem, jázmin bokrot. És igazából ez egy ilyen próba videó, hogy megnézzem, hogy milyen minőséget tud csinálni az iPhone. Fú, de szép. És milyen jó illata van. Nagyon jó illata van. Jaj, de jó a babának. Igen, ennyi nekem most nagyon jó. Na, hintáztak egyet a dedivel. Annyira tetszik ez a játszótér egyébként. Az egyik legtökibb játszótér, amit itt láttam. De mindenképp elhozzuk majd Ancsi babát. Reméljük legalábbis. Tök jó kis mászókák vannak. Na, hogy hintázik a baba? Hinta, palinta, régi tuna, kis katona. Csak ez kicsit. Figyelj csak, az magasabb, nézd csak, ami ott van. Nem az, hanem ami egyel arrébb van. Ülj már a másikra, és akkor leülök mellétek. Úgy, hogy a baba felém nézzen. Ez magasabb? Na jó, kikapcsolom addig a kamerát. Jaj, de jó, Dedi! Dedi! Hát így hintázik a baba. Nem kell nagyon hajtanod magad, jó van ez. Biztonságosabb. Igen, mert ennek nincs háttámlája, de nem ártam rá. Na jó, ezt csak meg kell, át kellett fognom a karommal, tudod, hogy nehogy hátra essünk, mert fasza. Igen, ez jó, nem mondjuk Amirának akkor sem lenne semmi baj, de én biztos megütném magam elég keményen. Egyébként ilyen puha talaj van alatt, szóval. Na, hát jó van. Jó, de jobb kihagyni. Igen. Beszélhetszünk. Olyan csend van, nehéz megtölni. Másképp nem fogják hallani. Ezt nem hallani kell, hanem látni. Értem, de azért valami kommentát szerintem tegyünk, hogy hol vagyunk. Vagy. Bejöttünk a templomba, egy tókájba, ami egyszerűen csodálatosan szép. Amire rám van kötve a kendőbe, és nem annyira tetszik neki, hogy egy helybe állunk. Úgyhogy haladjunk. Nézzük meg, ez nagyon csodálatos ez a hely. Nagyon szép hely. A béke és a nyugalom szület sziget. Kis gyerek sarok is van. Igen. Nézd csak ezt az ember. Igen. Valószínű, hogy itt is vannak ilyen gyermekprogramok. Biztos. Mindegyik padnak a dísze az egyedileg faragott. Nézzétek meg a talapzatot is.
és mindegyik másmilyen. Az összes egyedinek tűnt nekem, legalábbis én két ugyanolyan egészen találtam. Biztos, hogy, ez egészen biztos, hogy kézműves munka. Igen. Egytől egyig mind különböző. Nagyon szép ez a templom. Az is lehet, hogy jelentése is van. Lehet. Simán. Hogy milyen minta, mit jelent. Kinek hova kell ülni, és vagy hova érdemes ülni. Nem tudom. Nem tudom. De ez csodálatos. Ahogy sétálunk, szebbnél szebb helyekre keveredünk. Most az előbb itt megkérdeztem valakit, hogy ez az épület, ami itt van, ez micsoda, és mint kiderült, ez az egyetemnek volt régen a kollégiuma. Most pedig az iskola használja ilyen irodai, meg üzleti célokra. De nézzétek meg ezt a lila akácot. Igen, hát azért ez egy kicsit más, mint egy szokványos kollégium. Igen, csodálatos. Nézd meg ezt a lámpát. Az szerintem még olajjal működött, látod? Tudom képzelni, igen. Látod, ott a tetején ott van az olajbenző. Évtizedekkel ezelőtt, hogy a teljes pompájában. Csodaszép. Okheimet mindenkinek ajánlom megnézésre, mert varázslatos kisváros. Még mindig itt vagyunk Okheimben. Most már igazából keressük a visszafelé utat az autónkhoz. És ráakadtunk itt még egy nagyon szép épületre. Meg is nézem, hogy mi ez. Ez valami múzeum lehet. Úgy látom, ahogy itt bekukucskálok az ablakon, hogy bent ilyen patkók vannak talán. Az lehet? Oh, this is the castle. Ez a kastély, szívem! És ingyenes a belépés. Még lovagi torna is szokott lenni. Nagyon szép. Na megnézzük, mi újság belülről. Nem is tudom, hogy a videóval vissza lehet-e adni, hogy mekkora hatalmas nagy ez a fa. Fent állok egy dombon, és így is, jóval magasabb nálam. Most már úton vagyunk vissza az autóhoz. Ott van a játszótér, ahol voltunk, a templom, és ez a kastély. És azt találtuk ki, hogy szerdán is szabadnapos lesz Dani, és akkor visszajövünk egy egész napra. Igaz, babám?